Aloha, Edina! Indulok hozzád. Most már Floridában lakom, de ugye az elmúlt 2 évem Hawaii-ról szólt, és ennek is szól a Hawaii set, ugye a teknős békák, meg a sapka, mert sokan azt hiszik, hogy ez az Egyesült Királyságnak a zászlaja, ami igaz, a Union Jack, de képzeld el, ez Hawaii zászlaja is. Szóval Hawaii setben indulok hozzád. 10 éve nem láttalak, nagyon várlak most már. Tudod, mikor pontosan? Amikor a kisfiammal várandós voltam, akkor futottunk össze utoljára a közös munkahelyünknek a smink szobájában. Azóta pedig csak telefonon beszéltünk, mert hogy elsodort egymás mellől az élet. Most viszont nagyon várlak. Indulok! Alberto kubai ebéddel várja őket. Mert hogy a kisfia is jön vele. Kisfia? Nagyfiú. Nagyfiú, igen. Szeretném, hogy bepróbálnám, hogy hátul ízli neki egy kis kubai babó. Kiderül, mert nem tudom, hogy evette már. Lehet, hogy kóstolta. Szerintem ők, ennük kétszer, hogy ő nagyon nemzetközi. Mindenhol utazik, jobbra-barra. De mondjuk olyat biztosan nem evett, amit te készítesz. Ja, persze. Amikor a 90-es évek közepén megérkeztem Miami-ba, akkor sokkoltak a távolságok. Mert hát ugye az én édesanyám, hát az nagyon messze lakik tőlem. 200 kilométerre, Pécs és Budapest az nagyjából 200 kilométer. Ehhez képest itt meg, ezt ugye neked nem kell mondanom, Edina, napi 200 kilométer tudnak utazni az emberek a munkájukba, meg hazafelé. Aztán elmentünk Hawaii-ra, ahol a szigetünknek a két legtávolabbi pontja között egészen pontosan 53 percnyi távolság volt. Onnan repültünk át Bardabással Alaszkába, ahol meg volt olyan GPS, illetve a GPS azt mondta, hogy 500 mérföld múlva kanyarodjak jobbra. Szóval mások a távolságok, ahogy megnéztem egyébként mi ketten, mert amikor kijöttem Floridába, akkor mindenki mondta, mutassam meg Gombos Edinát, biztos találkoznunk kell, hát szomszédok vagyunk. Na most a szomszédok vagyunk az azt jelenti, hogy 435 kilométerre van a házad a házamtól, úgyhogy van 4 órám. Szia! Gratulkozz meg, ha rám te egy ilyen barát. Ez szó banán, mondom neki, Dömki, ez nem szava. Ez egy zöldség. Ez banán, de ez egy kemény banán, ez csak főző. Főzni vagy sütni? Már sülni, igen. Ebből lettem most. Ja, igen. Na jó, de ez még sehol nincs ahhoz képes, hogy elment otthonról a Gyöngyi, hogy elmentek a gyerekek, hogy emlékszem rá tisztán, hogy abban a bödömben előző nap egészen konkrétan ilyen séket csináltak. Aha. Banán volt benne, meg ilyen guava, meg nem tudom micsoda mi volt benne. És reggel olyan jó volt, és hideg is volt, és megittam, és éreztem, hogy valami nem. És mentünk haza, fölvettük a bendegúzt, és a Gyöngyi kimondta a mondatot, amit soha nem akartam hallani. Mit tettél meg? Hazamegyünk bendegúz, és megcsinálom neked a palacsintát. Sül a banána. Már amennyit meghagytam. A te kis családod összecsipeget, minden jót, ami nektek jó, így a különböző kultúrákból, ezeket beépítitek az életetekbe? A mi családunk nagyon-nagyon struktúrált, nagyon jól szervezett. Mit jelent ez? Minden stratégiai döntést én hoztam meg eddig az életünkben. Ide költözünk, oda költözünk, amoda költözünk. Minden napi rutint a Gyöngyi határoz meg. Mit húz föl a gyerek, mit ebédelünk, milyen ruhába megyünk, kit látunk vendégül, ilyesmi. Tehát szerintem ez egy nagyon-nagyon jól működő egység így. De a dolgok ugyanolyan jól működnek külföldön is, mint Magyarországon? Mondhatom a megszokott helyen? Mondhatom azt, hogy még jobban. Megmondom miért, mert itt még inkább egymásra vagyunk utalva. Ez így van. Tehát, hogyha én most megérkezem ide, akkor ennek elképesztő előnyei vannak, Edina, amit mi csinálunk. Az ideköltözés, odaköltözés, a gyerekek anyanyelvi szinten beszélnek angolul, kultúrákat, népeket ismernek, nincs mozgássérült, meg nem mozgássérült, nincs fekete, fehér, sárga. Benjamin pontosan. Afrikába járt először óvodába életében, Gambiába, nyalogatták a bőrét, hogy miért festettek be a szüleid ilyen hülye színre. Tehát Mandinka, Jolani, Wolof, Bantu meg Benjamin. Tehát ez volt az óvoda összetétele. Viszont van egy darab hátránya is, hogy a tartós gyerekkapcsolatok, baráti kapcsolatok másképpen alakulnak ki. Hol van az origó? A gyerekek körül. A gyerekek. Tehát a hely az igazából nem annyira fontos. Az otthon, ahol mi ott vagyunk.
Tehát, a Jéghátán is? Szerintem a Jéghátán is. Igen, ez a mi családunk. Tehát a mi a Jéghátán is. Hát így be tudsz menni. De ott is, ahol itt ez a kis járható? Lehet, hogy ott megtart, de nem biztos. Amikor Washingtonban, Washington mellett laktunk a gyerekekkel, akkor megtudtam, ez nekem egy nagyon nagy szívfájdalmam, hogy 40 pizzéria, 30 mexikói étterem, 8 fólevesező vietnámi, és nincs egy jó magyar étterem. És Cleveland, Ohio-ban, ahol a legnagyobb magyar közösség volt annak idején, megnyitott a Balaton étterem, amit 1957-től csináltak. Olyan ételeket csináltak, mint hogy Magyarországon nem ettem olyan jót. Figyelj ide, én mindig mondom Albertónak, hogy aki tud főzni, az itt is megfőzi ugyanazt a lecsót, ugyanazt az ételt el tudja készíteni. Tök köhögött a fiad, ez azt jelenti, hogy neki nem másra tapasztalata. Mert ő séfként dolgozik. Nem, tehát... hogy ez így van, igen. És Clevelandben van egy világhírű kosárlabda csapat, ugye a Cleveland Cavaliers, sokszoros bajnok, ahol játszott a Larry Nance nevű játékos, egy fekete kosárlabdázó, afroamerikai. Az ő fia, Larry Nance Jr., az most is ott játszik, és amikor a koronavírus járvány miatt bajba került a Balaton, egy magyar étterem, akkor a két fekete fiatalember, afroamerikai zseni, kosárlabda csoda, Larry Nance és Larry Nance Jr. bementek a Balatonba, kértek két hortobágyi húsos palacsintát, és $10,000 fizettek, hogy a magyar étterem megmaradjon. De jó. A magyar szakácskönyv egy, lefordíthatatlan angolra. Tehát ez nekem vesző paripám, hogy a magyar nyelv olyan gazdag, hogy lefordíthatatlan, mert légy egy lehelletnyi majoranát, mi a puttony az a lehellet, a csipet, a szórás, mi a neptől, mit tudom. Viszont az én szakácskönyvem úgy kezdődik. Védj egy jó feleséget, és innentől fogva megvanul. Gyöngyi jól főz? Nagyon jól főz. De úgy mindent? A Gyöngyinek van egy édesanyjától örökölt specialitása, ami szerintem egy csoda. Akkor is vacsoránk van, ha nincs semmi a hűtőben. Tehát a klasszikus kőleves. Nem tudom, mit tesz még bele, de valahogy mindig van valami kaja, akkor is, hogyha ki van rabolva az a bizonyos hűtő. És mindig magyar? Nem. Azok a magyar kaják, amiket ő csinál, a stabilan magyar kaja. És ez jó. Ez jó. Nem úgy hívjuk, hogy ez olyan, mintha húsleves lenne, aztán köze nincs hozzá, hanem akkor az nagyon jó. És nekem az kell a lelkemnek, meg egyébként a testemnek is. Hát, igen. Nagyon igen, leveses igen. vagyok eddig. Na jó, de hát ennyi ország után gondolom nagyon nyitottak vagytok már. Nagyon nyitottak, de a húslevesre szükségem van. Kubai jöhet? Abszolút. Én majd... Albertok készült nektek. Nem mondott komolyan. De cuki. First fekete bab pörkölt in my life ever. Tényleg? Abszolút, hát nem tudom mi az. Tippelgettünk, hogy vajon ettetek-e már kubait? Ezért kérdezted SMS-ben. Igen, hogy minden evő vagy-e. Erre azt mondtam, hogy igen. És hogy az aligátort kéred. Kecskét ettem tegnap. Kecskét. Ettem krokodilt. Azt hol? Kongóban. Aha. A jóban, rosszban egykori színésze Kembe Sorel vitt el oda, amikor megalapítottuk a kongói síszövetséget. Aligátort tettél már? Nem. Csak az összehasonlítás nem miatt. Nem merem kérdezni, hogy mi a különbség. Illetve tudom, hogy ez nagyon, hogy is mondjam, tehát a szegény kenguru, de Ausztráliában ettem kengurut. Aha. Kenguru steaket ettem. És az mihez hasonlít? Milyen íze van? Egy nagyon picit nyákosabb borjú. Nem hangzik annyira jól. Nem, de nagyon sok sört lehet mellé inni. Csak az utcánkban vagy 10 népet tudok találni. Igen, nagyon, nagyon multikulti a, igen, főleg a ti városotok is? Igen. Lengyelek? Lengyelek jöttek oda, igen, meg oroszboltunk van. Az oroszboltot az kazak csinálja, de van piros arany. Ő az én nagy szerelmem. Ugyanis ez a gyerek a világon az egyetlen olyan gyerek, most 2 éves, akinek az a keresztneve, hogy Magyarország. Neki a szülei nyíregyháziak és soproniak, és mivel Hawaiion bármilyen nevet lehet adni, ezért ők a Magyarország keresztnevet adták a kislányoknak. Készül neked a fekete bab. Itt az amerikai pizziára olaj, hogy... Ez az olaj. Te tudod azt, hogy én egyetlen egy spanyol mondatot tudok? Megérkeztem Miami-ba.
Én nagyjából egy olyan 3 órát álltam, mert minden dél-amerikai repülő akkor érkezett, minden közép-amerikai akkor érkezett, mindenhonnan, de ott álltam körbe-körbe, és egy mondatot megtanultam. Buenos días de la autoritates a migratorias y sanitarias les Estados Unidos americanos. Tehát üdvözöljük, ez a bevándorlási hivatal, ez valami akkor átmert az agyamon, hogy a mai napig ezt tudom, de nem tudom miért. Azt megtanultam itt Amerikában, hogy amikor megkérdezték tőle, and where are you from? I'm from Hungary. És akkor mondta, hogy mivel nem tudják, mi az a Magyarország, volt, aki elküldött a McDonald'sba, mert a Hungry az nagyon hasonlít. Ja, hogy éhes vagy. Éhes vagy. És egy idő után, mivel én nagyon dél Miami-ban voltam, ezért I'm from Hungria. Oh, muy bien, Hungria! És onnantól fogva, Monsieur Puskás! Mr. Puskás, a Puskást azt mindenki ismerte, mindenki ismerte, de úgy egyébként nekem nagyon érdekes volt, hogy ott ültem, na se ezt meg. Kijöttem ide megtanulni angolul, azt, amit tudok, azt is elfelejtek. Tehát nekem nagyjából ez volt az első gondolatom. De mekkora angol tudással jöttél ki az egyetemre tanulni? Elmentem az Olympia Farmra, Rockville, Marylandbe lovakat etetni. Benedek István volt olimpikon edzőnk, öttusázó legendánknak a farmjára, és betettek az istálóba. Mindjárt az elején megtanultam azt, hogy a lovak este a washingtoni 102,1-es rádiót kellett bekapcsolni, mert az volt a jazz rádió, nem túl kemény zene, szépen megnyugtatja őket evés közben, tehát mindent tudtam a lovakról. Az első mondat, amit stabilan megtanultam, attention, hey, vigyázat, széna. Mert jöttek, széna lett. Jött a patkolókovács, tudtam, mi az a patkószeg, tudtam, mi az a patkó, minden tudtam, mi az a heveder, a nyereg, a minden, de amikor a helyi boltba elmentünk, én kenyeret nem tudtam kérni. Mondja nekem Benedek Pista bácsi, hogy figyelj, kérek neked bankkártyát. Hú, vrtkó, amerikai lesz a bankkártyája van. De jó. Megkaptam a bankkártyámat, rá volt írva a nevem. Kinyitottam, szótár, hát akkor nem volt még ilyen internet, hogy fordítsam, elkezdtem fordítani. Egy idő után rádöbbentem arra, hogy nekem a bankigazgató írt. Én annyira megdöbbentem, hogy nekem egy bankigazgató New Yorkból írt, hogy elmentem egy ottani nyelviskolába, Montgomery College-ba nyelvet tanulni, és nekem az első házi feladatom, two in one, hogy oldjam meg a helyzetet gyorsan, a válaszlevél volt az igazgatónak. És amikor Pista bácsi meglátta, hogy én írtam egy New Yorki bankigazgatónak, a Bank of Americának a vezetőjének, aki nekem egy ilyen szép levelet írt, hát visítva röhögött az összes haverjával, és onnantól fogva jöttem rá Amerikába, hogy nem kell mindent komolyan venni, tehát például a hello, hogy vagy-ra nehogy elkezdjem elmondani, hogy fáj a fejem, még eltört a térdem, tegnap műtöttek, mert ugyanúgy azt fogják mondani, hogy it's great. Ez nagyon nehéz elmagyarázni, igen, hogy az csak a szia. Soha nem felejtem el, hogy voltunk egy víziparkban, és rosszul ugrottam fejest, és így leszakadt az arcom feje. Ömlik a vér, és oda jön hozzám az úszómesterlány, és a következőt kérdezi, két kérdés. How are you? Is everything okay? Miközben ömlik a vér a fejemből, és mondom, hogy persze, hát nincs gond, hogy ne. Aztán Pista bácsi mesélte nekem, hogy megérkezett ide Amerikába. Rendőr megállítja, gyorsan hajtott. Pista bácsi mit csinál? Beletesz egy $50-ost a, nem tudom, az átadat, és a rendőr nem érti, mert fogalma sincs, hogy ez a fene. Most ez nem mi a fene? Mi az, hogy tehát visszat, hogy ez benne felejtette az útlevelében, mondta. Nekem nagyon nagy kulturális sok volt Amerika az elején. Nagyon. Hogy minden kétszer nagyobb, mint Magyarországon. Az alma sokkal szebb, de nincs íze, vagy igen, nincs igen, úgy íze. Hogy a paradicsom 4-szer nagyobb, de nincs íze. Hogy a kosárlabda bajnokság döntőjét, a nemzeti bajnokság döntőjét világbajnoki döntőnek hívják. Tehát így a túlzások? Amerikában a kávé az egy értelmezhetetlen fogalom a magyar aggyal. Uh-huh. Tehát nekem a kávé az a presszó kávé. Vagy persze, a, nem ez a hosszú vizes. Igen, rövid kávét kérsz? Persze, és kaptam csak 3 litert, holott adhattak volna 8 litert is. A mai napig nem tudom felfogni például, pedig lassan 10 évet töltöttem az Egyesült Államokban, hogy mondjuk, hogyha tankolom a kocsit, galomba számolják, de a motor űrmértékét literben mondják. Ezeket a mértékegységeket. Te hogy nézed egyébként? A te telefonodban például hogy van? Rákérdeztél? Nem mondom, hogy váló ok, de Zsolnai Gyöngyi, ha nem mondta el 46-szor életében, hogy állítsam át a GPS-t,
angolra, mert ő már nem bírja, amin én mindig röhögő görcsöt kapok. Nevezetesen nekem magyar GPS-em van, ami azt jelenti, hogy amikor elmondta, hogy a Kamehameha Hikavai úton kanyarodjak jobbra, akkor nem tudtuk, mi az a Kamehameha Hikavai út. Majd megfejtettem, hogy a Hikavai az a highway, amit az én GPS-em így mond ki. Útra. Tehát nekem a mai napig magyar GPS-em van, és kilométerbe számolok, ami azért furcsa, mert hozzád, amikor jöttem, akkor még 30 mérföld volt vissza, amikor még mindig 48 kilométert jöttem idefelé. A másik az az volt, hogy például ugye Magyarországon a húslevesnek mi a szíve lelke? A zuza, a szív, a máj, miközben itt gyakorlatilag a világtúráját meg kell tenni ahhoz, hogy ilyen belsőségeket kapjunk. Nem igaz. Hát nálad lehet, de nálam... Publix, itt a sarkon. Azt mondod, oda megyek, csirkeláb, csirkeszív, máj, minden van. Figyelj, Hawaiian, ahol éltünk, ott kínai és japán boltok voltak, mert ott sokkal több a távol-keleti ázsiai ember. És tudod, az nagyon-nagyon érdekes, amikor ő ott a saját közegében nem beszél angolul, pláne máj, szív, zuza, minden ilyesmi, és két ember ott áll egymással, és nem érti, hogy a másik mit mond. Nagyon nehéz volt ezt is például így kezelnem, de Hawaii-t például imádtam, tehát az nekem mindenem volt. Tehát én, ha nem magyar lennék, horvát lennék, akkor Hawaii szeretnék lenni. Abba beleszerettem. A természeti adottság, vagy úgy minden együtt, tehát az is, meg az emberek, meg a kultúra, mi az, ami annyira megfogott benne? Tudod, mit nagyon nagy, inkább azt mondom neked, hogy nem ideológiákat fogok neked most mondani, hanem konkrétumokat. Két év alatt egy darab eldobott cigarettacsikket nem láttam. Aztán. Nekem a meggyőződésem, hogy az én hazám Magyarország a világon a legszebb. Oroszlányi a feleségem, oroszlányi a, úgymond a gyerekeim, hogy így mondjam. Családommal együtt szerveztünk egy cigicsikszedő akciót. Én találtam ki. 32 ezer darab cigarettacsikket szedtünk össze. Egy cigarettacsik 1000 liter vizet tud megfertőzni a saját belső kemikáliáival. És ott egy Hawaii, ahol azt se tudják, hogy Texas az külfölde vagy belföld, nagyon sokan, hogy a saját világukban élnek, hogy a mi szótárunk szerint, nehéz ezt így kimondani, de azt mondom neked, hogy nem világlátott, nem világismerő emberek. Hát eléggé el vannak zárva, ugye? És a saját közegüket úgy szeretik, és van egy mondásuk, ami azt hiszem, hogy ha tetováltatnék, nem tetováltatok, de ha tetováltatnék, magamra tetoválnám, hogy ők azt mondják, ez egy Hawaii mondás, hogy mi nem a természetben élünk, hanem mi a természettel együtt közösen élünk. Hawaii-nak vannak híres polgárai. Jason Momoa ott lakott, ott született, ahol mi lakunk. Akkor az Egyesült Államok 44. elnöke, Barack Obama, Honolulu szülötte. De a legnagyobbat, a szó szerint legnagyobbat, akit mondhatom azt, hogy szinte félistenként tisztelnek, azt az embert Izrael Kamakavivólénak, Iz Kamakavivólénak hívják. Egy ember, aki 348 kilós volt, amikor meghalt. Akkora ujjai voltak, mint nekem 3-1-ben. De ezzel a hatalmas ujjaival, a pici Hawaii gitáron, az ukulelén, eljátszotta a Somewhere Over the Rainbow, valahol a Szivárványon túl című számot, és megmutatta mi az, hogy a Hawaii boldogság. Nem találtam semmit, ami rossz Hawaii-ban. Én nem a turista paradicsomot láttam, én vidéken laktam. Én a polinézekkel barátkoztam. És volt egy Feni nevű, szintén 300 kilós zenészünk. Minden este zenélt. Kinyitottuk az ablakot, és megkönnyeztem, amikor elaludtam. Átmentem Fennyhez, és azt mondtam neki, hogy Fenny, you know that I came from the very different part of the world, a világ másik részéről jöttem, pici országról, Magyarországról. Van nekünk egy gyönyörű szép népdalunk. Ha hozok egy kottát, megtanulod? Másnapra megtanulta. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom víz.
akkor éreztem meg azt, hogy mi az, hogy befogadó közeg. A másik pedig az, hogy mi Közép-Kelet-Európában, ez most, amit mondok, nem magyar specifikus lesz. Igen, igen. Közép-Kelet-Európai lesz. Mindent politikához mérünk. Úristen, mit mondott az egyik politikus? Mit mondott? Tüntessünk, tiltakozzunk, mit tudom én ilyesmi. A Hawaii tiltakozások tetszettek a legjobban. Hawaiion tiltakoztak azért, hogy egy kilométert ne vegyenek el a hétmérföldek csodák partjáról, mert ott mennek ki a teknősök. Én, aki a legtávolabb állok a világon a politikától, azt kell neked mondanom, hogy van néhány politikai döntés, amiben bele, halálosan beleszerettem. Egy. Hawaii ugye 8 szigetből áll, mindegyiknek a természetes határa csendes óceán. Törvények értelmében egyetlen egy négyzetcentiméter sem lehet magántulajdonban. Nincs az a híres ember, nincs az a nem politikus, sajátíthatja nincs az a nagy szálloda, aki kisajátítja. Uh-huh. Tehát nincs eldobott palack, nincs is. Tudod, mindig azt mértem magamhoz, hogy nekem a hazám gyönyörű. Hát a mecsek, az Alföld, a gyönyörű tavaink, hát mekkora természeti kincs van, egy Dunánk, egy Tiszánk, a Európa legnagyobb édesvízi tava ott van. Igen. És gyakorlatilag van, aki hamutartónak, van, aki meg illegális szemétlerakónak nézi azt, ami a miénk. Ezen mi is megdöbbentünk nyára. És tudod, azon gondolkoztunk Gyöngyivel otthon, hogy én el tudnám-e magyarázni egy Hawaii-nak azt, hogy mit jelent az, hogy kipöckölni a cigarettát a kocsi ablakba a pirosnál, ami ugye nagy körút Budapesten térdig gázolsz kis túlzással a cigarettával. Nem értenének? Nem érten. Képzeld el azt a társadalmat, ahol nincs olyan tábla, hogy a szemetelést büntetik, mert nincs szemetelés, nincs amit büntessenek. Nekem ez nagyon... Ez azt jelenti, hogy valamikor egyszer még oda visszamentek lakni, élni? A Gyöngyi annyit mondott, hogy ha megyek, ha nem. Ő megy. Ő mindenképpen menni fog. Szokták azt mondani, hogy a magyar embert a gyomra tartja össze. Fekete Stefán 10 országban élt, és megérkezett Hawaii-ra, és azt mondta, itt vége, nem tovább, itt fogok maradni. Minden szombaton kimegy a Kapiolani királynő parkjába, saját pénzből bevásárolt alapanyaggal főz a magyarokra, mindig megjelenik Kálmán, aki kenyeret csinál. Nemzeti ünnepeinket ugyanannál a padnál tartjuk meg. Minden főzőszombaton van 20-30 ember. Ha János is eljön a lángosával, akkor 100 ember. Amikor látok egy kicsi közösséget így összetartani, és nincs jobb, és nincs bal, uh-huh. És nincs kormánypárt, és nincs ellenzék, és nem szeretem vagy utálom az éppen aktuális miniszterelnököt, hanem kihozza a kis magyar zászlóját, kiteszi, és eszi a magyar kenyeret, és amikor a feleségem 2 év után annyit mondott, nem tudott kijönni, meccse volt. Figyelj, ha kimész, mondom, kimegyek, igen. Hoznál egy szelet kenyeret? De ebben benne van minden. Uh-huh. Tehát, hogy egy szelet kenyeret vigyek haza. Hogy az emberek otthon, Záhonytól hegyes halomig, talán nem is értik meg egyrészt, hogy mit jelent egy szelet kenyér, egy húsleves, hogyha nincs, és hogy 12.341 kilométerre a hazámtól mennyire más egy magyar ünnep. Nekem szomorúságom volt az éppen aktuális nemzeti ünnepet, amikor megint ilyen-olyan politikai hacacárival tönkretették otthon, hogy belegondolok abba, hogy ki tudom azt mondani, hogy lehet, hogy én jobb magyar tudok lenni a világ túl végén. És azt kell tehát, ahhoz el kell menni máshova, igen. Ahhoz el kell menni máshova, és nagyon jó volt, mert nem volt. Tehát magyar voltam, ott volt a húsleves, ott volt a kenyér, de nem volt benne a társadalmi feszültség. Igen, nem igen. Volt benne az eldobált cigarettacsik, nem volt az útszélére ledobott autóabroncs. Egy nagyon érdekes dolog volt, itt mindenki így köszön kocsival. Aloha, mahalo, mahalo az a köszönöm. És 2 év alatt belémivódott. Természetesen. Hogy mindenkinek így köszönök meg. Megérkeztünk Barnabással Ferihegyre, leszálltunk a repülőre, kocsi elénked, érted, visszaintegett, és a túloldalról... Beintettek! Szóval, hogy annyira benne volt ebben minden. Hogy álmodsz? Milyen nyelven? Hú, ez egy nagyon-nagyon érdekes. Engem a közeg határoz meg. Tehát horvátul, vagy szerbül, vagy bosnyákul úgy beszélek, mint magyarul. Uh-huh. Talán mondhatom így, hogy anyanyelvi szinten. Az angolban vannak nehézségei? Mikor előadást tartasz nekem? Ez jutott eszembe, hogy vajon mennyire megy az neked, hogy teljesen természetesen angolul kifejezni magad közönség előtt? Az előadásban nincs, de azért én 20 év fölött kezdtem el angolul tanulni. Uh-huh. Tehát az nem a bölcsőben szívtam magamba édesanyám gyerekversét. Uh-huh. Tehát én soha nem leszek a
amerikai. Nagyon hálásak, ha megértenek engem. De az előadásomra rákérdeztél. Nem is feltehetően a nyelvet akarom elmondani, hogy átadom-e, hanem az érzést, a könycseppet, a mosolyt, az érzelmet. Ezt ha átadom, akkor igazából nem mondom, hogy a nyelv másodlagos, mert a nyelv nélkül nem menne, de valóban így van. De az itteni közönség az máshogy reagál, mint mondjuk, hogyha bármelyik európai országban, vagy akár Magyarországon tartasz előadást? Nagyon jó a kérdés. Más az előadás. Hát én Magyarországon nem kell azt mondanom, elmagyaráznom, mi az a Trianon. Hát egy egész ország tudja, hogy mi az a Trianon. Az ott a történelem része, itt pedig valamiféle érdekesség. Tehát másképp kell megfogni az amerikai közönséget. Észak-Korea, Csernobil, a hadifogoly története. Ezeket sorozatokban látják, vagy ehhez hasonló történeteket. Össze tudják rakni az agyukban, hogy ezek megtörtént események. 1991 Pécs. Nulla, tehát én, mint kisebbségi, nyilvánvalóan nulla rasszizmus van bennem, ezt gondolom mindenki elhiszi. Én megfordultam egy fekete fiatalember után a Pécsi Király utcában, mert nem láttam, még csak amerikai filmekben láttam fekete filmszínészeket. Igen. Hát ugye Rémusz bácsi meséiben a magyar színész bekenté kakaóvajjal, és úgy mesélt. Tehát, hogy egy talán a Kodzsekben láttam ugye fekete színészeket, igen, akik igen. szaladgáltak, és én élőben láttam egy fekete fiút. Nekem ez egy kulturális sok volt, egyet tudnod kell. Én annyira vagyok horvát, amennyire magyar. Na jó, de a horvátok hogy tekintenek rád? Hát nekik te egy magyar fiú vagy, egy egzotikum, vagy na, közéjük való? Az én nevem Tvrtko. Igen. Amit én nem tudok jól kimondani. Mindig mondtad nekem, hogy Edina, te most kell mondani. 30 év alatt nem tudtam elmagyarázni, hogy a Tvrtko az nem a Kozsó, Hozsó, DJ Lala, GMB, nem tudom, most nem akarok senkit. Igen. Ez nem egy művésznév. Divatnév, igen. Én vagyok az első olyan magyar állampolgár, aki visszanemzetiesítette nevemet, tehát hogy én azon a néven élek, ahogy az anyukám engem mindig hívott. No, a Tvrtko egy nagyon ritka név. De az első boszniai horvát királynak a neve. Tvrtko Kotromanics, az az ő Szent Istvánuk, hogy így mondjam. Ezért a bosnyákok lebeszélhetetlenül azt mondják, hogy ugye Naše gore list, na ezt hogy fordítsam le, a mi águnknak a levele. Na ez egy ilyen szép mondat. Hogy én az ő águknak a levele vagyok, egy olyan bosnyák ember, aki egy másik országban, Magyarországon karriert csinál. Aha. Még mindig magyarázkodnod kell? Mert azért ez tényleg most már hány éve megy az a Balogh-Szilárd vagy, Balogh-Szilárd, nem az vagy, miért hazudsz? Balogh-Szilárd néven, miért nem használja a rendes magyar nevét? Aha. Nekem ez tetszik a legjobban. Kétféle kisebbség van, az egyik az, ami politikai okok miatt elcsatolták, mondjuk Trianonban, és akkor azt úgy hívják, hogy kényszerkisebbség, és vagyunk mi, akik 450 éve élünk Magyarországon. Nekem rokonom nincs Jugoszláviában, és mégis tartom a kultúrát, a nyelvet, a vallást, a minden egyebet, a hagyományokat. Nem hogy harcolni kell, tehát többféle hozzáállás van. A többség az az értetlenkedő, és nem tudom, nem is hallottam még róla, hogy ilyen lenne, ha magyar vagy, ha magyarul beszélsz, akkor mit tudom. Igen, igen. És persze, hogy van olyan, hogy mikor jöttem át a Vajdaságból, miért nem megyek haza Jugóba. Szeretnek az emberek, vagy legalábbis hozzám szeretettel állnak, ezért én nem unom meg 46 ezredszer is, ha kell elmesélni ezt a dolgot. Hiszed vagy nem, ugye van egy csaknem 700 ezres Facebook oldalam, azoknak a követői, nálam nincs anyázás, nincs politika, tehát én tényleg erre nagyon büszke vagyok. Például tudod, hogy mi volt a legfontosabb dolog, amikor kiderült, hogy Floridába költözöm, hogy mit szeretnének látni? Ugye én csinálok filmeket, beszámolókat, írásokat, ilyesmit, tudod? Na nyilván a helyi magyarok. Mm-mm. Keresd meg őket. Mm-mm. Mi van Gombos Edinával, és hogy mikor találkoztok már ti ketten? Esküszöm. Nagyon régen gondolkoztam már azon, hogy hogyan létezik az, hogy Schwabi András 10 évig nem volt a képernyőn, és gyakorlatilag mindenki tudott Schwabi Andrásról, miközben van olyan kollégánk, aki minden este a mai napig ott van, és szerintem fő se ismerném, de ennél, és nem fogok most nevesíteni senkit az égvilágon, de te például olyan vagy, hogy évek óta nem vagy a magyar közéletnek a fizikai része. És részben tudatosan, ugye? Igen. Az első ne, én tudom, pár hogy, év. Én tudom, hogy mi az, amit ellestem tőled, és ez nagyon tetszett. Tehát a misztikumodat megfejtettem. Hallgass meg tőlem. Kíváncsi vagyok. Na.
te kommunikálsz a saját családodról, tehát nem kalambó felesége Alberto. Mm-hmm. Nem dugom el őket. Így van, meg a gyerekeid, viszont te magad alakítod ki ennek a kommunikációs hátterét. Én szívesen vagyok a bulvár része, a Napló is egy bulvár magazin volt, egy értékes, jól felépített bulvár magazin. De az már nem az, amit ma bulvárnak hívunk Magyarországon. Uh-huh. A celeb az a teljesítmény nélküli kamu celeb, akiről tudjuk, hogy mekkora az új műcicije, ki volt a volt pasija, a jövő pasija, jelenleg mit csinál, kivel verekedett óvodában, csak azt nem tudjuk, hogy mit csinál. Igen. És én ebbe azért nem akartam belecsúszni semmilyen módon. Hát megértem, és Gyöngyi egyébként ilyenektől fél, és azért zárkózik el? Nincs félelem benne, az egy kemény sportoló nő, csak a saját tudatos döntését megtartotta magának. A Gyöngyi, aki valahol valamit elért, egy ötszörös bajnok, ötszörös kupagyőztes, 110-szeres válogatottról beszélünk, hát hadd ne rombolja már le a műköröm lakkal, meg nem tudom mivel a saját... De akkor nem is győzködted, soha nem volt olyan, hogy Gyöngyi, ezt meg kéne csinálni, mert nekem szükségem van rá. Egyszer, Gyöngyi, egyszer. Meg is bántam, de egyszer igen. Mi volt az? Megjelent az első könyvem. Magyarország legnagyobb... Kellett a promóció. Magyarország legnagyobb heti lapja. Első gyermekünket várja Gyöngyi. Benjamin. Na, Gyöngyiként figyelj. Ebből fogunk megélni. És összetalálkoztunk az újságíróval. Lement az interjú. És azt mondja a fotós. Na, akkor mehet a puszi a pocóra. El tudom képzelni az arcát, igen. Nekem egy magyar bulvárguru mesélte, hogyha a szappanopera vagy a valóságshowba összejött két szereplő, akkor az utolsó fotó mindig az, hogy egymásnak háttal így egymásnak fotóznak, mert ott a szakításukkor később majd könnyen meg lehet. Jaj. Szóval nem készült el a puszi a pocóra, mert ezt azóta is emlegeti, és akkor ott az ez az egy ilyen legendás sztori marad. Ah, igen. Így tegyek rá? Tök jó, igen, így lehet. Mint hogyha levesszednél. Hát, igen. De te jól főzöl? Én legalább a kóikaját tudom mondani, hogy jó. Ez nagymama receptje, tehát ilyet nem eszel kubai teremben. De nem a te Debreceni nagymama. Nem az egy... Holnap egy kicsit korábban jövünk. Ebédre. Hú, nagyon jó, de egyetek ti is. Van egy afrikai kaja, amit én megőrülök. Ez ugye Afrikában, Nyugat-Afrikában ez egy ilyen, kvázi ez a plantin, ez egy ilyen... Fufu. A fufu. Ismered a fufut? Hát mert az kubai tudsz is. Tudsz fufut csinálni? Tudunk fufut csinálni. Mi afrikátok kaptunk, szóval ez igazán, igen. Kubában van fufu? Az egy Kubában nemzeti ételük? Te vagy, igen, az én emberem. Te vagy, beléd szerettem a disznózsírral, tepertővel. Hogy érzed magad Floridában? Itt nagyon jól érzem magam, a közeg nagyon nyugodt igazából, egy kicsit unalmas ahhoz az élethez, amit unalmasabb, mint Hawaii? Hawaii-nál nem unalmasabb. Szerintem Hawaii-nál alig találsz unalmasabb helyet, viszont az a leggyönyörűbb és legszebb hely a világon, ahol jártam. Alaszkában éreztem szerintem magam a legjobban, de... Ott is nagyon sokat túráztatok, ott is nem? Nagyon sokat túráztunk, ott voltunk gletszereken, hegyeken. De várj, Alaszka is azért unalmas tud lenni, nem? Alaszkában az a különbség, hogy oda azért megy az ember, hogy csönd van, hogy kimegy egyet pecázni, uh-huh, hogy főz egyet otthon, hogy hideg van, kimegy fát vágni, mindenféle ilyesmit túrázni. Hawaii-ra meg azért megy az ember, hogy nyugdíjas, 60 éves leül a napágyba, és 20-30 évet ott elpihen. És apád nyomdokaiba lépni? Elmegy forgatni a világ körül, segít embereknek, ezt szeretném ugyanúgy megtartani. Én is fogok forgatni, és... Hát meg mentél is vele nagyon sok helyen. Mentem is vele, voltunk nagyon sok helyen, Alaszkában, Sri Lankában, Haitin. Jó helyen és rossz helyen is, és sok mindent tanított. Most viszont Németországba mész. Most viszont Németországba megyek, Stuttgartba dolgozni egy szállodában, mint sous-chef, tehát másodszakács, és nekem most ez egy nagy lehetőség. Mert hogy nagyon szeretsz főzni. Én nagyon szeretek főzni, ezért választottam a szakács szakmát, de azt kevesen tudják, hogy nem egy olyan szakmából mentem át a szakácsba, amit tudod, elképzelsz, hogy művészetiből, vagy valami. Én programozó voltam előtte 3 évig. Én, aki túléltem a jugoszláv háborút, aki volt Lepratelepen, Észak-Koreában, Csernobilban, ukrán háborúban, mindenhol voltam már az égvilágon, én hiszem azt, hogy merem azt állítani, hogy tudom az életnek az értékét. És az élet értéke az nagy valószínűséggel egy kicsit azt mondom, hogy a gyermeki mosoly. Lehetek a világ legjobb riportere, hogyha szarapuka vagyok. Uh-huh. És én ezt nem akarnám. Ebben a háborúkban tanultam megélni.
és elfelejtettem egyrészt panaszkodni. Addig, amíg egészségesek vagyunk, amíg élnek a szüleink, amíg egészséges a gyerekem, amíg ivóvíz az ivóvíz, amíg lehet enni, amíg nem lövöldöznek, amíg ez a törékeny békénk nekünk megvan, addig igazából nincs problémám az életben. És tudod, egy nagyon érdekes dolog volt, elmentünk Nanakuli strandjára fürödni, akkor érkeztünk Hawaii-ra nem sokkal korábban, és láttam, hogy egy óriási katonai sátor alatt ilyen egy ilyen pólóban lévő emberek buliznak. Lufi, ukulele, hulatánc, boldogság, vígan esznek, és mindenkin ugyanaz az embernek a fényképe volt rajta. És mondom, hogy ez az ember az idősebb annál, mint hogy most érettségizett vagy diplomázott volna, és ott mondtam nekik, hogy ünnepség van, igen, ünnepség van. És mondom, vagy születésnap? Nem, temetés. És így az első pillanatom az volt, hogy így kirázott a hideg. Hogy temetés? És azt mondja, hogy a mi ohanánknak, a nagy családunknak a vezetője 68 éves korában, a múlt héten felköltözött a Szent Ákához. És mi most azt ünnepeljük, hogy 68 évig minket gazdagított, hogy a mi életünk része volt, hogy vele lehettünk. És ezen nagyon sokat gondolkoztam. Egy teljesen más megközelítés. Nem vagyok egy brutálisan filozofikus alkat, Edina, de ez nagyon-nagyon megütött, hogy lehet ezt így is. Nem biztos, hogy a mi társadalmi közegünk ezt elfogadja, de szép volt látni azt a nyugalmas boldogságot. Az édesapád hogy hívott téged? Az édesapám a Szilárdnak hívott engem. Egy tanulatlan szénbányász volt, a legbölcsebb ember volt az egész világon. Uh-huh. Kettő mondatban mondta el mindig azt, amit a filozófusok 400 oldalas könyvben szoktak elemezni. Ezért szerettem őt kifejezetten. Ott hagyott életem első barát, nagy szerelme Beáta. Bementem a gyerekszobába, lekapcsoltam az összes lámpát. Sírtam, picsogtam, zokogtam. És bejött, felkapcsolta az összes lámpát, és ez a nyelveket nem beszélő, tanulatlan, pszichológiát névről nem ismerő szénbányász két mondatával örökre helyretett, azt mondta nekem az apám, jegyezd meg fiam, de egy egész életre. Szerelemhez két ember kell, három sok, egy meg kevés, két. És ezzel megvoltunk, egy életre megvoltunk. Nagyon szerettem az apukát. Sokszor eszedbe jut? Nagyon. Akkor is, amikor valami filmet készítesz, hogy apa, ha ezt látnád? Azt mondja a nővérem Editke, aki egy Baranya megyei kisfaluban tanárnő, hogy ahogy úgy megyek bele a korba, egyre jobban hasonlítok apura. Hiába jártam be az egész világot, annál inkább minél előrébb megyek ezen a saját utamon, annál inkább hiányzik az egyszerű szénbányásznak az egyszerű bölcsessége. És hajlamos vagyok azt hinni, hogy az apám az bölcsebb ember volt, mint én valaha is leszek az életben. És nem csak a kötelező tisztelet miatt mondom el. Nekem egy nagyon jó apám volt, és egy nagyon-nagyon stabil alapokat adott, de azt hiszem, hogy a bölcsességhez ezt kimondhatom, hogy nem feltétlenül csak az iskolák kellenek, vagy a nyelvtudás, vagy a megszerzett tudás. És édesanyád is olyan, aki felhív téged, hogy fiam, ezt nem kellene, vagy ad neked tanácsokat? Az édesanyám az a tök sztereotíp anyuka, ettél-e rendesen? Az az első kérdés. Tehát, ha Csernobilban ott álltunk a szarkofág mellett, és csörgött a telefonom, jó szarkofág, minden, értem, ettél rendesen? Tehát, hogy igen, az édesanyám a dupla M-es mamma. Szerettél volna kislányt is? Aha. Édesanyámnak, Matiának 6 fiúnakája van. És az ember előbb-utóbb lány nélkül. Előbb-utóbb föladja a küzdelmet. 22 éve pihen a kis rózsaszín zokni a budapesti kisfiókban, amit az első gyermekem születése előtt megvásároltam. Nekem az egyik legelképesztőbb sok hatása mai napon az az, de mondhatom azt az egész héten is, hogy Alberto hogy beszél magyarul. Tehát, nekünk hogy... ez természetes. Okay. Mi nem értjük, amikor erről beszélnek mások, mert mi magyarul beszélünk. Rendben van, csak a magyar nyelvtudás egy gyönyörű dolog. Én angolul is beszélek, soha nem leszek amerikai. Nekem nem lesz akcentusom, a gyerekeimnek nem lehet akcentusa. Nálam ez nagyon erős elvárás. De az Alberto nyelvtudása mögött találtam valamit, amire rákérdeztem, és utána azt kell neked mondanom, hogy nővel nem beszélgetek ennyire romantikusan, mint a férjeddel, hogy ő magyarul beszél, és most nem a lingvisztikai értelmében mondtam, hogy ő magyar szívvel és lélekkel beszél, hogy ő magyar érzelműen beszél. És ez nekem csodálatos. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert szerintem a
YouTube csatornának köszönhető, hogy őt jobban megismerték. Előtte... Gombos Edina férje. Igen, igen. És ugye most volt lehetősége már megmutatni azt, hogy mennyire fontos neki Magyarország, a magyar ételek, az én családom, hogy hogyan érez Magyarország iránt, és elkezdték megszeretni. Igen, neked van egy személyes brendetek. Ez az Itt van Amerika. Tehát van egy tévécsatornátok, hogy így igen, mondjam, igen. Egy megjelenési formátok, és ez egy jó dolog. Ő ott kapott családot. És ahogy az én szüleim befogadták, az is ugye egy különleges dolog, és ő ennek a jelentőségét nagyon érzi. És ez egy nagyon fontos állomás volt az életében, úgyhogy ő neki ez egy nagyon, nagyon erős dolog. Én ezt a mondatot egyszer hallottam, amit most elmondtál, hogy ott kapott családot, és hadd mondjam el nagyon röviden a történetét, mert lehet, hogy ezzel akkor most én is megértettem valamit. Gána az Afrikában van, uh-huh. Nyugat-Afrika déli részén, a tiszteletbeli konzulunkat pedig Eko Francis Thompson doktornak hívják, aki Feri bácsi. Feri bácsi szocialista baráti segítségnyújtási ösztöndíja Debrecenbe ment hozzátok, a Debreceni Orvostudományi Egyetemben uh-huh. végzett, és megismerte a csoportás nőjét, Aliszkát, akit elvett feleségül, majd Ipoly Damást körzeti orvosa lett. Úgy, hogy Magyarország addig sok afroembert még nem látott, és Ipoly Damásdon lakott Petike, akinek az anyja mindig azt mondta, hogy ha nem eszed meg a vacsorát, elvisz a fekete ember, és ez volt a szitok szó. Aztán egyszer csak Petike lázas lett, és kihívták az új körzeti orvost, és szegény Petike sokkot kapott, hogy nem elég, hogy lázas, meg is értett a fekete ember. És 32 év után Feri bácsi és Alice néni visszaköltöztek Gánába, mert elfogytak a gyermekorvosok. És addigra Feri bácsi valami egészen döbbenetes módon anyanyelvi szinten megtanult magyarul, és amikor én megkérdeztem ettől a nagyon mély hangú, de nagyon jól magyarul beszélő embertől, hogy miért szereti jobban az én hazámat, mint közülünk nagyon sokan, akkor mondta ezt a mondatot, amit most Albertóról mondtál. Ott kaptam feleséget, uh-huh. ott kaptam családot, és életem végéig tisztelni fogom ezért azt az országot. És ez ennél szebbet nem tudok egyszerűen mondani. Feri igen. bácsi nekem a legszebb magyarság prototípusa, és azt kell mondanom, hogy hajlok afelé a mai nap után, hogy Albertó is nagyon erősen felzárkózik mellé. Gyönyörű szép magyar szíve van a kubai férjednek. Floridában a sárlabda miatt vagytok? Egyrészt azért, mert a Bendegúz egy teljes ösztöndíjat kapott, az egyik legmarkánsabb, legjobb nevű kosárlabda akadémiától. És a Bendegúz edzője, aki egyben az édesanyja, tehát a feleségem, ő pedig ebben a sportakadémiában edző. Tehát kisgyerekeket edz, mint Magyarországon is edzett. Milyen hosszú időre szól? Ugye az ember tervez, Isten végez, tehát nem merjek olyan dolgot mondani, hogy utána aztán rajtam számon kérjék, de én uh-huh. úgy gondolom, hogy itt most 5 év. Talán neked itt ezt nem kell mondanom, ez egy nagy kulturális sok volt, hogy itt egyrészt itt minden a legjobb, a minden a legnagyobb, minden a... De ennek van egy pozitív oldala. Az, hogy az a kis érem, az a kis nyaklánc, az a kis elismerés, az a kis oklevél, micsoda erőt tud adni az éppen szavaló versenyt nyert gyereknek, balettáncos uh-huh. kislánynak. Hatalmas a motiváció. Igen, hogy itt mindenkinek, a legkisebb gyereknek is tisztán mosott, vasalt, csapat névre szóló meze van. És nyilván nem fognak majd minden meccset megnyerni, de az a fajta respekt, ami a Gyöngy iránt van, hogyha így akarom radikálisan megfogalmazni, meg tudom így radikálisan fogalmazni. Ez a nő, ez 23 évet rátett az életéből az enyémre. Uh-huh. Eljött a pillanat, hogy én rátegyek annyit az övére, amennyire szüksége van erre, és mivel úgy gondolom, hogy egész életében most tudom azt mondani, hogy a Gyöngyi a helyén van, ezért amennyit ez igényel, ráadásul az én szakmám, a mi hivatásunk olyan, hogy akár egy számítógép, egy telefon, igen. sok minden, egy mikrofon nal is lehet esetleg művelni. A könyvkiadás sem kötött ma már helyszínhez, ezért én már bátran merem azt mondani, hogy az elkövetkező évek azok róluk szólnak az én segítségemmel is. De örökké. Akkor is, hogyha te most valami nagyon vágyott műsort
kapnál Magyarországon, felhívnának valamelyik nagy csatornától, hogy ezt rád szabjuk, te mondhatod meg, amit te elképzelsz főműsoridőben. Nem tudnának már olyat mondani. Egyetlen egy életem van, ezt maximálisan ki fogom maxolni. Nagy képűség nélkül mondhatom azt, hogy amit a televízióban, azon a hagyományos csatornán, ami ma már nem hagyományos és másról szól, meg lehetett valósítani, szerintem én azt megvalósítottam. Bár sosem politizálok, de azt a félmondatot megengedem magamnak, hogy a mindenféle politikai behatás, nyomás miatt lehet, hogy nem is lenne kedvem túlzottan tévézni. Néha elborzaszt az, hogy emberek mire képesek a képernyőjért, az 5 perc képernyőjért, meg a nem tudom, és visszacsatlakozok arra, hogy amikor elolvasom azt, hogy döbbenetes dolgok történtek a TV2 sztárjával, és rákattintok, és nem azért, hogy játsszam magam, a büdös életben nem hallottam még arról a névről, akivel valami csipcsup dolog történt, akkor azt mondom neked, hogy én... Hogy nem is vagy. Sztár sem akarok lenni, én nem is akartam aztán, soha. Igen. Tehát én egy szénbányász vagyok, aki megpróbál úgy leásni a dolgok mélyére, mint édesapám tette egykor. Van egy saját tévécsatornád, úgy hívják, hogy Itt van Amerika. Van egy saját csatornám, egy csaknem 700 ezres Facebook oldal. Egyébként velem is beszélgetsz majd azon a Facebook csatornán. Igen. Ma már a televízióban, a magyar televíziós piacon egy olyan nézettség szinte elérhetetlen. Ez így van. Tehát annak idején, jött a Schwabi Andris, hogy dráma van, 2,5 millió alatt nézték a Naplót, válságértekezlet. Ez így van. Ma már szerintem 3-400 ezer nézőnél pezsgőt bontanak bármelyik műsornál. Pontosan. És ezért az, amit te csinálsz, az, és most elmondom a saját felelősségemet ebben, és amit én csinálok, annak ez az, azt a szót is lejáratták, nem akarnám használni, de igazából miért ne használjak egy szót, amit másról szól használ az influencer újságírás, vagy az influencer Igen. beszámoló, az tud egy nagyon jó dolog lenni. Talán elmondhatom, hogy törzsnéződ vagyok. Olyannyira törzsnéződ vagyok, hogy amikor előszedted a számlákat, hogy az ennyibe került, mondjuk Albert Holton, akkor én is otthon előveszem, mert itt lakunk egymástól pár óra annyira, hogy nálunk is ez a helyzet, nézzük már meg a Gombos Edinánál, mi a helyzet. Más megyében laksz, lehet más. 2020. szeptember 11-én este megérkeztünk Hawaii-ra. Betettek minket a 14 napos karanténba. Egy ilyen 50 négyzetméteres kis faházba össze voltunk zárva öten. Minden társasjáték el lett játszva, minden mese el lett mondva. Iszonyan lassan ment az idő. És harmadik napon jött egy ilyen fűnyíró ember, kérdezte, hogy hány nap még. Hát mondom, még 11. 11 napig nem tudsz még elmenni a világhírű sárga rákozóba. Megkaptuk az e-mailt, vége a karanténnak, családom 80%-a csendes óceán 20 méterre arra. Én GPS szerint elindulok, mert rá, oda van írva, hogy World Famous Yellow Crabs, a világhírű sárga rákozó, elindultam. Megállok egy ilyen útszéli bódé autó mellett, aminek ki van szúrva a kereke, nincs benne motor és nem mozdul meg. Két nő sertepertél ott, látom, hogy nem polinézek, de mondom, ne haragudjanak, már először vagyok itt ezen a szigeten. Én a világhírű sárga rákozót keresem. Ez az. Egy olyan lakóautó, büfékocsi, amit a magyar hatóságok, NEBIH, ANTS, NAV, nem tudom azonnal. Mi van mi, kívülről és pecsétel, tehát be se lehet lépni. De a világ legjobb, legtökéletesebb rákjait készítik el. Na, Barnos, milyen az íze? Isteni. Jó? Nagyon finom. Mondja a nő, hogy te egyébként honnan jöttél? Where are you from? Hát? Mondom, jóval úgyse tudod, Magyarországra. Két nő egymásra néz. Magyarországra? Hát, tavaly még a Lippai Laci volt a szakácsunk Miskolcról. Na, és akkor itt azt mondom, hogy itt a világ. Még az első emberek, akikkel Hawaii-on beszéltem. Van nekünk egy ilyen családi hagyományunk, hogy ezt mondjam. Ez a köszönöm képes lap, ez arról szól, hogy aki belünk kedves, az a mi is kedvesek vagyunk. Köszönjük. De jó. Kirakjuk rögtön a polcra. Igen, de bekeretezve kell kérni, ezt mindig így szokták. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Imádlak.